Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. A Tornatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Betöltetlen praxisok, 23 tolnamegyei településen hiányzik házi orvos. Bizottsági ülés, nem adnák olcsón a szexárdi cég szervvállalatát. Kulturális bizottság, kevesebb rendezvényt szerveznének a Tolnai megyeszékhelyen 2020-ban. Extrém időjárás, a szakértő szerint a mezőgazdaságra egyelőre nincs hatással. Az Állami Egészségügyi Ellátóközpont legfrissebb adatai alapján 23 olyan település van Tolna megyében, ahol betöltetlen egy vagy több házi orvosi praxis. Ezzel Tolna megye országosan a középmezőnyben helyezkedik el, mondta a megyei orvosi kamara titkára. A térségben legrégebben Gyulajon keresnek házi orvost. 23 Tolna megyei településen betöltetlen a házi orvosi praxis. Gyönkön, Tolnaimödében és Tevelen is több mint 10 éve nem találnak embert a feladatra. A megyében Gyulajon áll legrégebb óta üresen a praxis. 2005 óta nem találnak házi orvost. Hiába tárgyalt az önkormányzat több jelentkezővel is, hiába áll minden rendelkezésre, az orvosok mégsem akarnak a 900 lelket számláló településen letelepedni. Ilyen volt 4-5 is. Ilyen alkalom volt. Volt olyan, amit a testület elé is hoztunk, meghallgattuk, hogy mire gondolt, mit szeretne, vagy hogy szeretnénk, elmondtuk, hogy mi hogy szeretnénk, hogy menne a dolog. És körülnézett, elment, tájékozott, és nem tért vissza. Gyulajon azóta is csak helyettesítő orvos dolgozik. Selmeci László szerint egy ilyen kis praxis nem kifizetődő egyetlen vállalkozó orvos számára sem. Ezt mondja Sranc Róbert, szexárdi házi orvos, a Tolna megyei orvosi kamara titkára is. Úgy véli, azért nincsenek az elsősorban kis és kieső településeken házi orvosok, mert nem elég vonzó ez a szakma. Úgy látja, ezen a helyzeten a letelepedési támogatás valamelyest segített, de a praxisvásárlási támogatás nem sokat változtatott. Valószínű, hogy nem csak erre lenne szükség, tehát erre a két pályázati rendszerre, hanem az alapfeltételeknek a javítására is, tehát egy biztos jogi helyzet teremtésére és az alapfinanszírozásnak is a további emelésére, hiszen az elmúlt években, tehát több mint 3 évvel ezelőtt történt erre kísérlet, de azóta megállt ez a folyamat. Januárban országszerte 469 házi orvosi és 256 alapellátó fogorvosi praxis állt üresen. Egy év alatt 55-tel nőtt azon praxisok száma, ahol nincs orvos. Derült ki a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapján elérhető adatokból. Egy kutatás szerint a magyarok 30%-a évente, 28%-a fél évente keresi fel saját házi orvosát, 31%-uk pedig csak baj esetén fordul orvoshoz. További 5% magánintézményben végezteti el az általános szülővizsgálatokat. A felmérés szerint magánegészségügyi ellátásként a legtöbben fogászati, szemészeti és nőgyógyászati szűrővizsgálatot vesznek igénybe. Jellemzően ezeken a területeken választjuk a fizetős szolgáltatásokat. Valószínűleg nem a korábbi tervek szerint valósul meg Szexárdon a Zöld Város projekt. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai ugyanis teljesen átdolgoznák a terveket. Erről is döntöttek legutóbbi ülésükön. Emellett napirenden volt a városi intézmények takarítása és egy üzletrész, valamint a régi uszoda épületének eladása is. Még 2008-ban szállt be a szexárdi Aliszka Terra Kft. A szerbiai hulladékgazdálkodásba. A cég az Óbecsei önkormányzattal közösen létrehozta a Tiszamente Óbecse kommunális szolgáltató Kft.-t. Az Aliszka Terra azóta a szerb vállalat 49%-át birtokolja, aminek az értéke 224 ezer euró, akkori árfolyamon számolva 69,5 millió forint. Most ezt a tulajdonrészt adná el a cég 113 ezer euróért. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai szerint viszont ez az összeg túl alacsony, ezért
ezért nem fogadták el az ajánlatot. Napirenden volt a régi szekszárdi úszoda épületének eladása is, arra is érkezett vételi ajánlat. Az ingatlan 2018 óta 185 millió forintért akarta eladni az önkormányzat. Az újonnan felálló képviselőtestületi többségnek viszont tervei vannak az egykori úszodával, rekreációs központot akarnak kialakítani ott, ezért a bizottság tagjai nem fogadták el az ajánlatot. Az önkormányzati tulajdonú intézmények takarításával kapcsolatban is döntés született. Az épületeket egy budapesti cég takarítja, aminek a szerződése december végén járt le. A cég továbbra is vállalná az intézmények takarítását, de csak a korábbinál 5%-kal magasabb áron. A Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai viszont nem akarnak többet fizetni, mert szerintük sok panasz érkezett az elvégzett munka minőségére, és a takarítást a korábbi áron is el lehet végezni. Ezért megbízták a város edzőjét, dolgozzon ki havári a tervet, hogy mit lehet majd akkor tenni, ha a takarító cég nem vállalja a korábbi áron a munkát. Emellett pedig elkezdik felmérni, hogy a városi intézmények nem tudnák-e saját alkalmazottakkal megoldani a takarítást. A Zöld Város projekthez kapcsolódó fejlesztéseket is teljesen átalakítanák a bizottság tagjai. A korábban kiírt közbeszerzési eljárást ezért eredménytelennek akarják a közgyűléssel nyilvánítatni, majd az előző városvezetés által tervezett 100 új belvárosi parkoló helyett emeletes parkolóházat akarnak építetni az egykori fűtőműhelyén. A Mikes utcai idősek házán pedig energetikai korszerűsítést hajtanának végre, hogy az épület mintaprojektként funkcionálhasson. A bizottság tagjai emellett arról is döntöttek, hogy felkérik a hivatal dolgozóit, nézzék át, milyen pályázatokra tudna Szekszárd idén jelentkezni. A tervek között mások mellett egy munkásszálló megépítése is szerepel. Beszámolta a tavalyi évről és bemutatta 2020-as üzleti tervét a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója a Város Kulturális Bizottságának ülésén. Itt felvetődött, hogy idén hatékonyabban kellene működtetni az intézményeket, lebonyolítani a rendezvényeket, és azt sem zárták ki a bizottság tagjai, hogy idén kevesebb fesztivált rendez majd a Tolnai megyeszékhely. Azt számoltuk, hogy lényeges csökkenést tudnánk ebbe orvosolni. Zsikó Zoltán a fesztiválok rendezéséért, a Babits Mihály Kulturális Központ működtetéséért felelő Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója beszámolt a tavalyi évről, a költségekről, és bemutatta a 2020-as üzleti tervüket is. Az igazgató azt is felvetette, milyen területeken lát esélyt a költségek csökkentésére, és arra is kitért, hogyan lehetne még hatékonyabban magas színvonalon működtetni az intézményeket, lebonyolítani a rendezvényeket. Erről tárgyaltak a bizottság. Átgondolással, a szervezés még jobb, vagy még nagyobb fokú racionalizálásával szerintem komoly tételeket lehetne megsporolni. Felvetődött például, hogy a takarítást más céggel olcsóbban kellene megoldani, ahogy az is, hogy kevesebb, olcsóbb fellépőket felvonultató rendezvényt szerveznek 2020-ban a Tolnai megyeszékhelyen. Csötönyi László, a bizottság elnöke azt mondja, a szekszárdi hal és vad ünnep, a Hári János Mesefesztivál és a szekszárdi születi napok biztosan meg fognak idén is valósulni, de a többi városi rendezvény sorsa még képlékeny. Az ügyvezető igazgató már jelezte, hogy a három nagy rendezvény ebből a kalkulált összegből megvalósítható. Mivel ezt az üzleti tervet elfogadtuk, ezért biztosan állíthatom, hogy meg lesznek ezek tartva. Ugyanakkor a Gazdaság és Városfejlesztési Bizottság kérte az ügyvezető igazgatót, hogy a megtakarítási lehetőségekről számoljon be. Nyilvánvalóan ezt majd mi is meg fogjuk hallgatni, és ennek tükrében fogunk majd dönteni arról, vagy javaslatot tenni a közgyűlés felé, hogy melyik rendezvényeket gondoljuk megvalósíthatónak, vagy esetleg hol lehet a nadrágszíjat meghúzni. A Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft. Tavaly 249 millió forintot kért az önkormányzattól a feladatai ellátásához, a városi rendezvények lebonyolításához. Idén pedig 261 millió forintot igényelne ugyanerre a célra. A halőrök és a halászati felügyelő tartóztatták fel azokat a tolnai férfiakat, akik Bogyiszló határában a Duna egyik mellékágánál akartak illegálisan halat fogni. A rendőröknek elmondták, hogy egész éjjel figyelték a területet, mert megtudták, hogy orvhalászok nyakzuhálót helyeztek ki a vízre. A rendőrök igazoltatták a két tolnai férfit, akik a halőrök helyszínre érkezésekor éppen húzták ki a vízből a hálót. Az elkövetőket előállították, elszámoltatták és gyanúsítottként hallgatták ki orvhalászat miatt. A 35 éves és a 41 éves tolnai férfi elismerte a bűncselekmény elkövetését.
Kamion és autó ütközött a nagy szélben Szakály közelében a 65-ös úton. Az autós éppen a tehergépkocsi előzésébe kezdett, amikor az erős szélben vezetője elveszítette uralmát a jármű felett, és a kamion oldalának csapódott. A kamion sofőrje elrántotta a kormányt, és mindkét jármű az árokba hajtott. Nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős. Az érintett útszakaszon a helyszínelés és a műszaki mentés idejére félpályás forgalomkorlátozás volt érvényben. Visszatér a tél az előrejelzések alapján. Már eddig is szokatlan jelenségeket produkált az időjárás, hétvégén például meleg rekordok dőltek meg. Az Agrárkamara Tolna megyei alelnöke mégis azt mondja, összességében eddig jól indul a mezőgazdaság idei éve. Már zöldelnek a repcéültetvények Szekszárd határában. A növények szépen fejlődnek, annak ellenére is, hogy decemberben mindössze egyetlen napon esett az eső, akkor viszont annyi, hogy behozta az egész havi átlagot. Januárban is minden adott volt a normális fejlődéshez a szántóföldeken és az ültetvényeken is. Hiába dőltek meg a meleg rekordok a hónap utolsó napjaiban, a havi középhőmérséklet némileg elmaradt az átlagostól. Ez az enyhesség a végén ugye sokakban azt a kételyt kelti, hogy esetleg a fás növényeknél, ültetvényeknél, szőlőnél esetleg okoz kárt. Most én az én egyéni véleményemet mondom, ha most egy átlagosra visszahűl a hőmérséklet, és semmi gondot nem látok a szőlő vagy ezeknél a növényeknél, hisz 20. tájáig általában kényszernyugalomban vannak a fás növények. A szokatlanul ennyi időjárás után a meteorológusok a következő napokra fagyokat és komoly viharokat ígérnek. Ez viszont az agrárszakember szerint nem jelent majd veszélyt a növényekre. Ha egy normális február lesz, akkor még ez semmilyen gondot nem jelent. Szerintem a szántóföldi növényeknél meg pláne nem jelent gondot. Az igaz egy kicsit, ha az ember megnézi, a repcék azok le vannak vörösödve, de 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt egy ígéreg január, amikor azt mondtuk, hogy na a repcéknek annyi. Ezzel együtt gyönyörű repcetermés volt azzal az évben. Az előrejelzések alapján a viharos télies időjárás egészen jövő hét közepéig megmarad. Több támogatásra is lehet majd hamarosan pályázni. Arról már híradónk is beszámolt, hogy Nagy István agrárminiszter bejelentette, a minisztérium újra nyitja a vidékfejlesztési program állattartó telepek korszerűsítését támogató pályázatait. Az intézkedéstől a különböző járványos állatbetegségek, mint a madárinfluenza vagy az afrikai sertéspest is visszaszorítását várják. Itt 2 milliárd forint áll rendelkezésre. Az elsősorban baromfi és sertéstartók számára kiírt pályázat állategészségügyi feltételek javítására, megőrzésére szolgál. A gazdák az elnyert pénzből kerítéseket építhetnek, fertőtlenítő berendezéseket, telepi hullaégetőket szerezhetnek be. Február 1-től március 20-áig pedig az anyajuh támogatása lehet a kérelmeket benyújtani elektronikus formában. Jó és kecsketenyésztők szövetségének az instruktorai, ők segítik a gazdálkodókat, leltározás, állománynyilvántartás vezetésével kapcsolatos dolgokban, és ezen instruktorok tudnak kiállítani egy igazolást arról, hogy mennyi az anyajuk létszáma, mennyire igényelhet az illető gazdálkodó támogatást. Ezt kell beszkennelni, felcsatolni egy elektronikus felületre, és ott kitölteni az adatlapot, úgy lehet ezt igényelni. Az első ízben megrendezett szekszárdi küzdősport expo sztárvendége, a visszavonulása után is még mindig az egyik legnépszerűbb magyar sportoló, egykori profi ökölvívó világbajnok Erdei Zsolt volt. A madár becenéven elhíresült sportoló egyáltalán nem a díszvendég szerepét töltötte be, éppen ellenkezőleg. A közönséget más küzdősportok képviselőit bevonva közel 1 órás rendkívül hangulatos, az ökölvívás alaptechnikáit bemutató edzést vezényelt a Madárfészek elnevezésű boxklub vezetője, aki egyben a Magyar Ökölvívó Szövetség szakmai alelnöke is. Televíziónknak adott interjújában a boxban, mint sportágban rejlő nevelő erőről is szólt. Az, aki gyerekkorától kezdve egy ilyen nevelést kap, és lemegy egy edzőterembe, ahol tiszteletet, alázatot tanul, és szorgalmasan, becsülettel edzés készül, de nem feltétlenül lesz világbajnok, vagy nem lesz kiemelkedő, vagy nem fog tudni kirobbanni. Ettől függetlenül egy olyan alapot kap az életbe, én azt gondolom, ami azért megalapozhatja az ő jövőjét abból a szempontból, hogy az élet viharos tengerén jobban megállja majd a helyét. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Egyszerűsödnek az építési ügyek, csak a kormányhivatalok látnak el hatósági feladatot márciustól.
kedvezménye nagycsaládosoknak, népszerű az autóvásárlás. Testvérének adta ki magát a szabálytalan autós, akár egy évet is kaphat hamis vádért. Márciustól megszűnnek a jegyzői építésügyi hatóságok, ezek a feladatok a kormányhivatalokhoz kerülnek át. Eddig a jegyzők és a kormányhivatalok közösen végezték a feladatot, így az ügyfeleknek az építés során két szervezethez kellett fordulniuk. Most egy kézbe kerül minden, így márciustól a kormányablakok ügyintézői fogadják majd az építkezőket. Változásra készülnek a Baranyai kormányhivatalban. Március 1-től a települési jegyzőktől az építési engedélyezési feladatokat a kormányhivatalok veszik át, tudtuk meg a megyei kormány megbízottól. Valamennyi képviselőtestület a megyében, aki érintett volt, számszerűen 10 önkormányzatról beszélünk, döntésével jóváhagyta és támogatta ezt az eljárás, ezt a folyamatot. Én remélem, hogy az ügyfelek ebből mást nem, csak azt, hogy egyszerűbb, gyorsabb ügyintézéssel találkozhatnak március 1-től, mi pedig készülünk a feladatra, van még egy jó hónapunk, körülbelül 20 új kollégával indulunk neki ennek a feladatnak. Innentől nem kell két hatósághoz fordulni, az építési eljárásban résztvevő személyeknek, valamint az építészeknek sem. Nekik megmarad az elektronikus felület, amit eddig is használtak. Ezen tudják beadni a kérelmeiket továbbra is. A megyében 13 kormányablak van, ahol az ügyintézők felkészítése folyik. Ők adnak majd választ olyan kérdésekre márciustól, hogy mi építési engedély köteles, mi bejelentés köteles. Milyen ügyben kell az önkormányzathoz, vagy éppen a hatósághoz fordulni. Minden várakozást felülmúltak az igények a nagycsaládosok autóvásárlási programjában, nyilatkozta Gablini Gábor, a gépjárműmárka kereskedők országos szövetségének elnöke. A tavaly évvégi adatok szerint a várt 10 000 helyett 20 000 igénylés történt. A kormány egy éve jelentette be a családvédelmi akcióterv részeként, hogy 2,5 millió forinttal támogatja a nagycsaládosok autóvásárlását. Nagy segítség a nagy családosok autóvásárlási programja, mondta Gablini Gábor. A szakember kiemelte, sok család öreg járművét váltotta korszerű újra. A leadott járművek, illetve a beszámításra felkínált járművek megmutatták, hogy ez egy teli találat volt. Egy nagyon jó program, hiszen a családok döntő részénél 15-20 vagy esetleg még ennél is idősebb döntően kintről behozott. Hát műszakilag nem éppen jó színvonal álló járműveket cseréltek le. Ezek az emberek életük első új autójához jutottak hozzá a program segítségével. A korábbi árkedvezmények mellett további jelentős támogatásokat adtak az autóvásárláshoz a kereskedők. Így a 2,5 milliós támogatás akár 4 vagy annál több millió forintos kedvezménye is tudott válni, tette hozzá Gablini Gábor. Az autógyártók ezen felül a hazai piac igényeihez igazodva kínálták modelljeiket. A magyar piacon korábban a 7 személyes járművek inkább csak a felső kategóriában fogytak, ergo nem volt kínálat, vagy nagyon szegényes volt a kínálat az alsó kategóriákban. Ez megváltozott, és 53 modell közül választhattak a tavalyi esztendőben a vásárlók, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, hogy ilyen széles választék 7 személyes járművekből. A kormány tavaly februárban jelentette be a családvédelmi akcióterv részeként, hogy 2,5 millió forinttal támogatja a nagycsaládosok autóvásárlását. A kedvezményt legalább 7 személyes személyautóra lehet felvenni, házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő szülőknek, akiknek 3 vagy több gyermekük van. Mint azt Gablini Gábor kiemelte, minden várakozást felülmúltak az igények. A kormányzat maga és a szakma is durván 10 000 érdeklődővel számolt. Aztán most, amikor összesítettük az év végén, akkor azt láttuk, hogy már több mint 20 000 igénylés volt. Ebből már 15 000-nél szerződés is kötetett a tavalyi esztendőben. A program tavaly júliusban indult. A vásárlások 70-80%-a a 4,5 milliós és 7 millió forint közötti járműveket jelentette. Testvére adatait adta meg az őt ellenőrző rendőröknek az a 21 éves pécsi férfi, aki ellen most emelt vádat az ügyészség. Az elkövetőnek nincs jogosítványa, ráadásul egy kisgyermeket szállított az autóban szabálytalanul. Ezt vették észre az intézkedő járőrök. Az elkövető akár egy év szabadságvesztést is kaphat a hamis adatok bediktálásáért.
Egy ilyen gyerekülés hiányzott abból az autóból, amiben egy 2 éves gyermek is utazott. Ez tűnt fel a közelben szolgálatot teljesítő rendőröknek, és ezért állították meg a gépjárművet még tavaly nyáron Pécsett. Azonban a sofőr az intézkedő egyenruhásoknak azt mondta, hogy az iratait nem tartja magánál, és saját adatai helyett testvére adatai diktálta be a rendőröknek. A rendőrjárőrök azonban még a helyszínen, a nyilvántartásban ellenőrizték ezeket az adatokat, és megállapították, hogy az ott szereplő fénykép, illetőleg az előttük álló sofőr képe nem azonos. Ezért ezt követően a sofőrt előállították a pécsi rendőrkapitányságra. Itt a férfi már elismerte, hogy valóban valótlan, illetőleg a testvérének az adatait diktálta be. Ez azonban a hamis vád vétségének megállapítására alkalmas. Ezért a 21 éves pécsi férfi ellen most vádat emelte a nyomozás lezárása után a pécsi járási ügyészség. A hamis vád bűncselekmény, amiért 1 év szabadságvesztés szabható ki a törvény szerint. Velőspirítós, sertésszűz, véres hurkagolyókkal és céklacsipszel. Ez csak néhány azon különleges ételek közül, amelyeket a 3. gasztrofarsangon megkóstolhattak az ínyencek. Idén 5 étterem, 3 cukrászda és 11 borászat fogott össze, hogy a téli Balatont népszerűsítsék. Az egésznapos gasztronómiai kavalkádra közel 2000-en látogattak el. Tűzoltónak, Robin Hoodnak és Batmannek is beöltöztek a gyerekek Balaton lellén. A szervezők minden korosztályra gondoltak, így a legkisebbeket egy jelmezversenyre invitálták a 3. gasztrofarsangon. Amíg a gyerekeket az érdekes öltözetek, addig a felnőtteket finom ételek és italok érdekelték jobban. A helyi lakosok mellett nyaraló tulajdonosok és budapesti ínyencek is ellátogattak az eseményre. Az ételeket szerintem az éttermesek nagyon nagy fantáziával válogatják össze, az italok pedig hát szerintem a legjobb nedük a pincéről, amit hoztak az itt kiállító borászatok. Idén 5 étterem, 3 cukrászda és 11 borászat fogott össze, hogy a téli Balatont népszerűsítsék. Egy házi pirított csúszatészte, mangalica császárszalonnával és blansírozott zöldségekkel. Marha húsleves, velőspirítós, sertésszűz, véres hurkagolyókkal és céklacsipszel. A helyi éttermek minden évben külön receptekkel készülnek. Megpróbáljuk megmutatni itt az ideérkezőknek, vendégeknek, hogy mi hogy gondoljuk a vendéglátást, és azt gondoljuk, hogy ezzel lehet, hogy tudunk nekik újat mutatni. A környékbeli szőlőtermesztők is a legfinomabb nedőiket sorakoztatták fel. A bor mellett sokan keresték a pezsgőket is. Van egy írsai olivérpezsgőnk, egy rozépezsgőnk, emellett forralbort hoztunk, és téli fűszeres almát a gyerekekre is gondolva, ami alkoholmentes. A szervezők 2 céllal hozták létre a rendezvényt. Részint van egy szezonhosszabbító cél, illetve szeretnénk az itt élő helyi embereknek is program lehetőséget kínálni. A tapasztalat az, hogy nagyon nagy örömmel fogadják, és nagyon sokan környékbeliek jönnek el ilyenkor. A balatoni programok sora pedig folytatódik, hiszen vasárnap indul Balaton lelléről a Hidegen Légió csapata, hogy körbevitorlázza a magyar tengert. És végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Betöltetlen praxisok, 23 Tolna megyei településen hiányzik házi orvos. Bizottsági ülés, nem adnák olcsón a szexárdi cég szerb vállalatát. Kulturális bizottság, kevesebb rendezvényt szerveznének a Tolnai megyeszékhelyen 2020-ban. Extrém időjárás, a szakértő szerint a mezőgazdaságra egyelőre nincs hatással. Szerdán erősen szeles, hideg idő lesz. Délután felszakadozhat a felhőzet. Számottevő csapadék nem érkezik, egy-egy zápor, hózápor előfordulhat. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!